Hallo, hallo. Maradok szerintem. Szerintem. Fürgesség, büszkegyógyítás. Maradok, ez a doktor. És mi voltam? Elsősegélynyújtó, illetve a gyorsolvasó. Ehhez vettem föl a dohányzást. Pa-pa-pa. Ez jó lesz, csak fekete haj. Teljesen jó. Kíváncsi vagyok a halálom történetére újfent. Na, az lesz, hogy a telefonomat idehozom. Kicsit megviselt ez az óraátállítás, ez látszik is szerintem. Olyan voltam már egész nap, mint a mosott szar. Ez bárkit is érdekelne nyilván. Ezzel tisztában vagyok. Úgy hívják, hogy Pedro Ferris. És fel van öltözve. Nagyon jó, Ferris. Már jól indul a sztori. Felöltözött ember vagy, nézzük a térképet. Ja, és ilyenkor megmarad... Megmaradnak azok a jelöléseim? Ja, és itt vagyok a legszélső házban. Jó, hát ezt a... Behúzzuk a függönyt, azzal indítjuk a karrierünket. Az az egy már biztos. Mosdó meg minden az van. Csodálatos. Együnk egyet. Mi az? Abba a pillanatban. Muffin tepsi, kedvencem. Az a baj, hogyha ezeket a... Ezek a konzerveket elkezdem berakosgatni, annak sose lesz vége, és nehezek, mint a rosszabb. Kereknyakú pulóver. Azt javasolja a játék, hogy ez nekem jó lesz. Most akkor felvetted? Nem hát. Viseljed csak. Hogy? Látod? Már is nem kell fázni. Megpofázni.
Ó, megjöttünk. Első segélykészlet. Kötszer. Vitamin. Varrókészlet, fájdalomcsillapító. Gondolom ránézek az inventory, hogy már meg is teltünk, de még húzzuk valamennyire. Akkumulátor jöhet. Cipő. Hát ez maximum ilyen pótcipőnek esetleg el lehet rakni. Csoda, ikás szekrények vannak itt, kérem. Párna. Magazin. Újság. Jó, ezeket addig eltesszük, amíg kicsit nem romlik így a kis közérzetünk, és akkor adott pillanatban elolvassuk őket, és ki is hajítjuk abban a pillanatban. Sportáska. Oda néz. Hátra helyezés. És innentől kezdve a helyzet az úgy módosul, hogy pakolázhatunk mindent is a sporttatyóba. Hát 18 kg-ig terhelhető, az nem a világ, de ez egy jó hír. Ennek ellenére, Móni. Vitamin. Mert gumikacsát azt nem érzem, úgyhogy hoznom kéne. Ugye ez bármitől is megmentene. Áll egy autó kint a garázs előtt. Előső övtáska. Viseljük azt is. Semminél az is több. Hello, szia! 300 M14-es egylövetű géppuska. Azért miket találunk, na? Tetszik, tetszik. Sportáskába behajítjuk. Jó. Ezt néztem, igaz? Igaz. Ugye vigyük el, nem tudom. Vigyük el, akkor viszont viszünk izét is, akkor elviszük a konzerveket is, mert hogyha ilyen hülyeségeket beraktam, akkor konzervet is berakunk, annak még értelme is lenne, hogyha lenne konzervnyitóm. Ja, várjál, nem mindent. Dolgozó szoba. Hát rakjunk be egy ceruzát. A térképre akarunk kirogatni, akkor legyen valami. Mi ez a kijárat? Ne használd a kijáratot bejáratként. Hosszú zokni, törölköző zokni. Fegyverünk, hát jó, van egy puskánk végül is. Fém darab drót. Én gondolom, hogy ezek kraftoláshoz való cuccok. Jaj. De még semmit nem kraftoltam ebben a játékban, úgyhogy vakon vagyok teljes mértékben. Jó, hát akkor tovább kéne haladni. Akkor viszont azt csináljuk, hogy ezt két kézzel fogjuk meg. Majd pedig nem akartam lőni.
Aha, egy lőszer volt benne. Meg kell tanulni, hogy kell... Miért nem lövöd le? Hogy kezd el lőni? Hát de rá... Hát lehet rá kell keresni, interneten, hogy kell lőni. Mert ez így nem állapot. Ja, hogy ez is fejlődik. Lehet, hogy azért nem találom el, mert semmi skill nem nincs belőle. Tehát... Ez probléma. Akkor tök... Aha, elvileg zöldre, ciao. Elvileg zöldre változik, hogyha el tudom találni. Jó, én ezzel most lehet, hogy nem szórakozok, hanem... Na most az egész bagást magamra úszítottam így is, úgy is. Opak! Jó, felmegyünk az emeletre. Hú, kéne egy közelharci fegyver, mert ezzel a puskával meghalok. Nagyon rövid határidőn belül. Fú, mindenféle könyvek. Lövészet nincsen benne? Nem, lövészet kéne. Jó. Jó. Az lenne még nekem jó, hogyha meg tudnánk azt találni, hogy a puskában mennyi lőszer van. 17 plusz 1. Gyűjtögetés. Ezt a könyvet most elolvassuk. Az így gyorsan fog menni. És ezt a útmutató haszongépjárművekhez című bestsellert is elolvassuk. Mert az nekünk jó lesz, én úgy érzem. Utána a szókeresőt, magazint, és ezeket meg bepakolom. Bepakolom a táskába. Mi a helyzet?
O. Adam Channel. Szókereső. Aggódó. Most az lenne jó. Az lenne jó, hogyha az ők is. Aggódó, feszült izéje lejjebb menne. Ah, beszélni se tudok. Na. Viszont amit tudunk, az az, hogy bepakoljuk ezeket a táskába. Megy minden. Hát most a nagy kérdés, hogy aha, az jó. Hát, mint látod, én nagyon noob vagyok benne, de amúgy tetszik. Csak még rengeteg a kérdőjel bennem ez csomó mindennel kapcsolatban. De remélhetőleg azért majd ez alakulni fog. Tetszik az összetettsége, talán túl összetett is. Némely helyen. Jajjá. De jó lenne valahogy. Ja, most piros, 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 piros. Akkor nem találom el, igaz? Jó, már meg is harapott, akkor itt lesz a vége hamarosan, mert semmink nincs, amivel beköthetném magam. Ajtó becsukás. Megvágott, vérzik. Fuck. Ez az, hogy puskám van, és érted, nem tudom lelőni puskával, ez hihetetlen. De milyen dolog ez, nem? Jó, gyorsan valamit tennünk kell. Azt fogjuk tenni, hogy felszedjük a farmer nadrágot. És hova tetted a farmer nadrágot? Most az a nagy kérdésem. Talán az alap inventoriba tette. Igen. És azt mondjuk neki, hogy viselje. És amit levesz, azt fogjuk. Azt fogjuk. Ja, hogy nem tudunk, nem lehet széttépni. Lepedő, de. Hivatali ing. Abból csinálunk. Abból csinálunk. Ja, van kötszerem. Ja jó, azt hittem, hogy nincs semmi. Ja, csak nem ártott volna. Egy gyűjtögetésben már van egy. Jó, ezt nem kell. Varrókészletet ezt berakjuk. Helyre kéne rakni ezeket a gyógyszereket. Rakjuk az övtáskába. Ez megközös.
Hát, jó, még jöhet az. Nem, az nem tud belemenni, oké. Okay. Oké, okay, vegyünk be fájdalomcsillapítót. Az a baj, nem tudunk lőni, nem tud lőni a karakter. Kéne ennünk is. Még egy kicsit. Elolvassuk az összes ilyen cuccost, amivel a kicsikét a idegrendszerünket próbáljuk helyre rakni. Most elolvastam, vagy ezzel mi a helyzet? Jó. Akkor ezt most már lerakhatjuk, mert ezt elolvastuk. Oké. Okay. Igen, én is azt mondom, hogy valamilyen fegyver kéne, de nincs. Nem találtam még fegyvert. Érted, előtt találtam egy puskát, mint egy tök alap, nem tudom. Még egy partvis nyél is jó lenne, de semmi. Ilyenki fájdalma van. Nem tudtam becsukni. Ide várj, hogy visszatereljük, és akkor rácsukom az ajtót.
Ja, most látom egyébként, hogy ahhoz a varrókészlethez még kell tű meg cérna. Jól láttam ott, mint hogy olyan piktogramokat láttam volna. Én nekem az az érzésem, vagy azt tartalmazza? Most ebben nem vagyok biztos, mert már próbáltam az előző karakterrel. Az előző karakterrel varni, de nem csinált semmit, és szerintem hiányzott hozzá nekem. Olvasó szemüveg. És ez mit csinál? Hiányzott hozzá valószínű valami, de nem írta a játék, hogy mi. Azt tudom, azt a space, csak... abban már rizikó, hogyha space ezek, mert lehet, hogy... valahogy mégiscsak hozzám fér, és akkor megharap. Úgyhogy inkább megpróbálom elkerülni konkrétan. Jó, ezt a puskát szerintem úgy, ahogy van, el is tehetjük, mert... semmire nem megyek vele. Most az a kérdésem, hogy... tár kiszedése. De tudok vele lőni. Tehát van benne töltény. De az előbb a zombira nem lőtt, mert csak kattogott. Megnézhetünk egy VHS-t is. Ez mit csinál? Ez ad nekünk valami skillt vajon? Ez egy nagy, nagyszerű pillanat videózáshoz szerintem. Ezt elkövessük. Na, addig a srácok meg hadd üssék az ajtót. Kíváncsi vagyok, hogy tanulunk-e valami skillt. Az ablak is be van törve, bármikor beeshet egy zombi. Minket ez nem zavar. Függönyt se húzzuk el, mert veszélyesen élünk. Hagyjak rá hangerőt. Ha bejön valami zombi. Kíváncsi vagyok. Nem zavarja őket, hogy itt ordítatom a tévét. Tudod, halkabban üssétek már, rádom a hangerőt. De ez lehet, hogy semmi, ezt kellett nem fogadni ez a kazi. Ja, ennyi volt. Akkor ez arra volt jó, hogy nem a függönyt itt elhúzzuk. Gyűjtögetés. Ja, istenkém, egy fegyver kéne valahonnan. Kötél. Garázs ajtót is ütik el. Ó, már van kalapácsó, az már végül is fegyver. Ezt már vehetjük annak. Figyelj, akkor csináljuk azt, hogy... hátadra odafér, nagyon jó. Védő sisak. Ja, én úgy akartam, hogy vedd is föl, de mindegy, mindjárt felvesszük. Súly 3 kiló, most azt számolgatom, hogy... ki akarok valamit próbálni. Jó, most a kezében van a kalapács, nagyon jó. Oké. Még hozzá azt akarom kipróbálni.
Van az a rész, ahol a képességid látszódnak, elvileg ott mutatja a fejlődésed. Ja, ott azt már láttam, igen. Köszi. Készítés. Fal. Fából készült. Deszka. És ácsmesters. Aha, itt írja, hogy miből mennyi kell. Ajtó. Ja, ez a deszka, ez így, ami nálam van, az kevés jelenleg. Meg hát ácsmesterséget is meg kéne tanuljuk hozzá. Ki van ezt találva? Nem úgy van az, hogy te csak itt gondolsz egyet és bedeszkázod az ajtót. Úgyhogy hátul megnyitva van az ajtó, ahogy nézem. Ja, itt furra nyitva van. De ott elöltöri az ajtót a hülyéje. Műanyag pohár és szóda. Hát ezt ígyuk meg. Túl vagyunk terhelve. És te figyú, abban... Azzal találkoztál már azzal a jelenséggel, hogy a karaktered szépen lassan megmúr, de... Már nekem ez történt a legutóbbi alkalommal. És én arra a következtetésre jutottam. Szét tudod szedni, és ami emeli a skilledet. Aha, mindjárt akkor meglesem, kösz. Hogy talán megharaphatott a zombi. És írta is egyébként a test leírásánál, hogy a fejem például ilyen 0%-os volt. És akkor szépen lassan, úgyhogy nem vérzett semmi, mindenem be volt kötve, meghaltam. Tehát ez gyaníthatóan valami fertőzés volt, vagy esetlegesen akkora sérülés volt, ami így visszafordíthatatlan. Visszafordíthatatlan volt számára. Na nézzük. Szétszerelés, töltypult. Fűrész kéne hozzá. Aha. Ezt szét tudom szerelni. Csak kicsi az esélyre. De nézzük, hogy mi történik. Aha. Na mindegy, nem baj. Na, itt valami történt. Fa hulladék lett belőle. És a széket. Ez megint fűrész kell. És az asztalhoz nem kellett fűrész. Jó, hát elhagyom a objektumot. Csak jó lenne még előtte. Miért nem pakolod át? Akkor pakolj ide. Na mindegy. Ja, azt már kipakoltam.
Itt nézd csak, ez be van deszkázva. Ez ilyen kis erőddé van építve már alapból ez a házikó. Már csak be kéne jutnunk nekünk. Hát a... Ups, de bent is van zombi. El van torva, szóval hát tudom, azt akarom felszedni. Ezt figyelj, ezt csináljuk azt, hogy ezt megjelölöm a térképen, ezt a házat. Hogy ez egy ilyen kis erőddé alakított ház, ami esetleg... érdekes lehet. Ja, itt mi van? Itt szétverték az ajtót már. Ott van cigi is, jó, mindjárt felszedjük. Megharapott. Ne bassza meg. Nem tudom becsukni. Nyert! Meghaltam. Meghalunk. Bassza meg. Hmm.
Test állapot a rendben. Csak kötszereket kéne találjak. Ó, várjál. Szedjük szét a rádiót. Nem sikerült előállítani semmi használható anyag. Bőm az milyen? Koszos. Véres. De állapotra még maxnak tűnik. Már mennyi rongyom van? Ó, még van csomó jó. Akkor távolítsuk el őket, ezt áthúzzuk új kötszerkel. Ja. Az nem terem minden bokorba. Vissza akarok menni abba a házba, ahol nagyon rengeteg zombi volt, mert volt cigi. Ez nekem kéne. Ez mindjárt beugrik. Thank you.
túladagolom magam itt nyugtatóval, egy fájdalomcsillapítóval. Megsütöttük a csirkehúst, reméljük alaposan sikerült ezt megtenni. Igen, hogyha a cigit megtalálnánk, az javítana a hangulatunkon, mert dohányos az emberünk. A leterheltség zavar mindig, hogy egyszerűen nem tudok ettől szabadulni, mert most ez a puska miatt vagyunk igazság szerint ilyen szinten leterheltek. Bőrkabát, azt viszont viseljük. Házkulcs. Ki tudja, kinek a háza, felvesszük. Lenne itt egy boxer. Ezt is felvettük. Mi volt még? Színes trikó, nadrág, szokni. Hú, ott mennyi zombi volt. Ja, melegünk van ebben, azért most nagyon túl vagyunk öltözve. Hú, ott betörték. Betörték ennek a háznak az egyik ablakát. Jó, itt a ruhákkal kéne valamit kezdjünk.
Ez a puska nehezíti itt az életemet amúgy. Hoppá, hoppá, hoppá. Az a baj, ez ilyen nehezebben suhintós lesz, ha jól sejtem. Na nem. Jó ez. Gázmaszk. Elolvasunk egy ilyet. Meglepődtem, megmondom őszintén, hogy azután a húsdaráló után. Én még így. Nagyjából életben maradtam. Nagyon jó. Igen. Új, itt zombék. Jó, hát ennek nem volt sok esélye. Gyere le! Gyere le! Főzés. Katona, katonai sisak. Hoppácska, ezt azért nem lenne rossz eltenni, ha lenne helyünk. De mindjárt akkor csinálunk. Mekkora terhet jelent ez? 1 kg, az nem egy olyan, amit nem ne tudnánk előteremteni. Hát például gazdálkodás harmadik számát lerakjuk.
Varrókészletből kettő is van. Ács mesterség, villanyszerelés harmadik számot is lerakhatjuk. Ezek azért nem most lesznek, gondolom, nekem pontosak. És akkor már is van elég kapacitás a katonai sisakra. Van rajtunk most ez a kis golyóálló mellény. Hát gyerekek. Hát ez nagyon jó. Ez szuper jó. Viseljünk egyet. És... egy lerakás. Akkor a másikat be tudjuk tenni. És akkor lesz egy cserénk is. Becsukod? Baseball sisak. Szerintem az is jó lenne majd. Bőség zavara lett itt hirtelen. Kalapácsot nem szeretném kidobni. Mit dobjak még ki? Gyűjtögetést még el akarom olvasni. Jó, ezeket elolvassuk, és akkor úgyis kikerülnek innen. Meg lehet, hogy konzervet fogok kidobálni, más ötletem nincsen. Mindjárt iszunk is egy kicsit. Ezt a szódát is megisszuk. Jó. Fájdalma van. Mindjárt megnézzük, hogy látszik-e valami konkrétum is, vagy csak már ez a velünk élő fájdalom. Soha nem múló. Ezt a horgászmagazint is elolvashatnánk így gyorsba. Attól függ, ez mennyire gyors, annyira nem. Ja, de jó, oké. Azt hittem, hogy hosszabb lesz. Nice. Hogy állunk? Most már jók vagyunk a sisakkal is. Oké. Beveszünk egy fájdalomcsillapítót. Ezt lerakjuk. Jó, úgy alapjáraton túl vagyunk terhelve. Keresztrejtvény. Leterhelt jelje. Elrágták a izét? Vezetéket? Most mi ez a sötétség itt már megint? Fertőtlenítő, az kell. Tűfogó. A varrótűvel együtt használva növeli a mélysebek sikeres kezelésének esélyét. Visszük. Tehát a varrókészlet ilyen operációhoz kell inkább, mint sem a ruha megvarrásához. Könnyű fa, íróasztal. Hát nézzük, mi lesz belőle, ha szétszedjük. Próba szerencse. A deszka lett belőle, ugye?
Ja. Készítés. Aha. Az ácsmesterség az mindenképpen kellene nekünk ehhez. Konkrétan úgy könyvet se vettem fel olyat, ami az ácsmesterség témaköréhez tartozna. További konzervek, úgyhogy nincsen konzervnyitóm. Jó, mindjárt, végignézzük. Rádió. Fémcső, baseball ütő. Hoppá, lőszer. Úgy gondolom, hogy az jó lehet, hogyha van nálunk lőszer, bár lőni nem tudunk. Ezek mint az utókornak lesznek félretéve. Ja, megenni akartam, nem mindegy. És már így alakult. Macséta. Bontó kalapács. Van itt minden ahhoz, hogy beöreteszeljük ide magunkat, már csak tudás kéne hozzá. Elolvastam? Ezt elolvastam, ugye? Recept megtanulása, halászáló készítés, vezeték feltekerése. Ja, el lett olvasva, írja is. Jó, akkor lerakás. Jó. Ugye ő meg van jelölve a térképen. Így is van. Úgyhogy én azt mondom, hogy menjünk tovább. És ide vissza fogunk térni, mint ilyen főhadiszállás jellegű cucc. És ez a terv. Aha, majd egy órát kéne keressünk. Red.
Hagyjatok! A space-szel elbasztam. Némileg. Fertőzött. Aha. Ezt most már hiába. Megkaptuk. Jól sejtem, hogy most már itt a vége. Hát vettem föl fertőtlenítőt, meg bele is toltam magamba, csak ez a fertőzött nem vagyok benne biztos, hogy azt a fertőzöttséget jelenti. Hát legyen igazad, reméljük, hogy csak annyi fertőzöttséget jelent. És nem pedig azt, hogy ilyen zombivá válós akármit. Mondom, az előző karakterem az úgy halt meg, mint kb. Most ezt látod. Minden be volt kötve, és egyszer is csak ment le szépen, lassan, komótosan a HP-ja. És én azzal magyaráztam meg magamnak, hogy valószínűleg megfertőzöttünk. Fekete digitális karóra, na ezt fel is vesszük. Hajnali 3:30 van. Házkulcs. Én felveszegetem ezeket a házkulcsokat. Állapot, nézzük csak meg a miénket. Jó, cseréljük. Kissé fáradtak vagyunk így hajnali 4-kor. Érthető. Igen, már volt, hogy találtam valóban én is ilyen katonai bakancsot. Az jó cucc lenne. Köszi, ciao. Még egy sportáska. Kérdés, hogy ezt... Kérdés, hogy ezt... nem valószínűleg nem fér el a másik sportáska mellett. Jó, hát szerintem szunyáljunk. Ja, ott harapta, az ágyékomat harapta meg. Az anyja. Kenyerit.
Olyan koszos rony, hát... Megtisztítottuk. Azt kellett volna csinálnom, hogy ezt a puskát az izébe hagyom, abba az épületbe, amit megjelöltem, mint ilyen idézőjeles főhadiszállás. Hát, hogy vissza kéne menjek. És már ezt a sort itt lejárjuk, és akkor visszamegyek. Még olvasd ezt az újságot is. Reggeli híreket, így fél egykor. Megolvassuk. Közben nézhetek térkép? Nem nézhetek térkép. Ja, itt, ja, közvetlenül itt van mellettem az a ház. Jó, akkor nem azt csináljuk, hogy... Hogy most oda visszamegyünk. Bár, hogyha a puskát letesszük, 3,16. Még azzal sem vagyunk teljesen kint a slamasztikából. De talán elvihetjük ezt a sportáskát is. Sportáskába sportáska? Nem. Akkor csak vegyük fel, és elvisszük. Eléggé leterhelt. Utána még visszajövünk ide lootolni. Hupszi. Lerepült a sapka is. Nem visz innen te. Mockosz. Tornacipő. Nem is értem ezt az inventory-t sokszor, hogy mik vannak itt, kérem. Oh my god. Amíg egyedül jössz, addig jók vagyunk. Haveroknak ne szóljál, hogy milyen buliba keveredtél, légy szíves. Oké. Okay. Állatmintás. Ezek nem tudják a titkos bejáratot, ami itt van. Függönnyel eltakarva. A nehezebbik utat választják. Jó, ebbe a szobába fogok kibakolni. Csináljuk azt. Hol vagyok? Ja, bocs. Oké. Okay. Csak itt lehányom a földre egyelőre. Várjál, most nem azt a sportáskát raktam le, amit én akartam szerintem. Ja. De nem, nem, jó ez így, jó ez így. Ez egy majdnem teli sportáska, és ezt a sportáskát visszavesszük.
hogyha... Ú, de ez az inventory managementem, ez... Na tehát ezt a sportáskát kéne, hogy felvegyük. Felszedés. És ha már felszetted, tedd a hátadra. Zsír. Jó. Jó. Most elvileg jók vagyunk súlyban. Ennek örömére elszívunk egy cigit. Kéne kaját keríteni. Van egy csomó konzervünk, de nincsen konzervnyitónk. Ami némileg problémás. Oké, távozunk. Távozunk az épületből. Ezt nem tudom, hogy mennyire néztük végig, de majd még visszatérünk. Menjünk tovább, mert most az... Várjál, de menjünk csak vissza, ott a hűtő az tele volt kajával. Csak hol volt a hűtő? Az emelet? Ez nem hűtő. Sport rövidnet. Hát nem az emeleten volt a hűtő. Kiteszi az emeletre. Mondjuk itt se jártam még szerintem. Hát akkumulátor az mehet a sporttatyóba. Vagy még az elektromos vezeték is, mert gondolom ezek mind valami kraftolós dolgok lesznek. Ez meg aztán pláne mehet. Fájdalomcsillapító. Septapasz kötszer. Tegyük el a szappant is. Mert elvileg azzal tudunk mosni ruhát mindenképpen. Fejhallgató, fegyvertáska. Ennek nem nagyon tudom, hogy mi értelme. Még a fegyvertáskának értem a lényegét talán. Ide benéztünk, ugye? Ja. Nem volt konyha ebbe a házba? Hogy van ez megcsinálva? Fűrész, azt tegyük el, mert azzal mind a kettőt eltehetjük. Mert ahogy néztem a játékot, azzal tudunk itt mindenféle bútorokat szétszedni. Ja, itt van. Ó, csak balfasz vagyok. Oké, na együnk. A kolbászt azt ne együk meg nyersen. Kis instant kaják. Még ez belét fér, már nem. Jó, akkor ezeket rakd el. Addig konzerveket nem akarok elrakni, amíg nincsen konzervnyitónk. Ja, ez mind olyan, hogy konzervnyitó nélkül is jók vagyunk vele szerintem. Jó. Mi bajod van?
Nyugalomba kell tartania magát. Ugyan miért? Szívjál egy cigit, haver. Oké, okay, következő ház. Garázsajtó legritkább esetben nyílik ki, gondolom. Ó, de ez kinyílt, nagyon jó. Hoppá! Kapta. Kicsit beszartam. Hát nézd, szerintem egyelőre még jó vagyok, csavarkulcs, rakjunk egy olyat. Kicsi fémlap. Elektronika, villanyszerelő magaz át. Jó, de mondjuk magazin, azt gyorsan elolvassuk. Tanulunk abból valamit? Vajon? Valami értelmeset? Fejhallgató szétszerelése. Mi történt vajon? Tudja a fene. Ez volt az utolsó, izém, fájdalomcsillapítóm. És elég hamar visszatért a fájdalom. Na, könyvek. Lakatosság. Villanykörte. Nem tudom, mit miért gyűjtök, csak teljesen adhok jelleggel, amit éppen úgy érzek, hogy lehet, hogy jó lesz.
Magazin. Várja. Fémlemez készítés, kis fémlemez készítés. Tudom, hogy van-e értelme, de... Amit elolvasok, utána berakja a fő inventoriba. Ahelyett, hogy lerakná a földre, akkor már úgy se kell nekem, hogyha egyszer elolvastuk. Ja nem, van ott még fájdalomcsillapítónk, mindjárt átrakjuk az övtáskába akkor. Jó. Palack víz. Elektronikai hulladék. Jön a sportatyóba. Csavarkulcs is. Kalapács is. Szögek. Rongy, meg víz, minden. Béta blokkoló, az nem fér bele a izébe. Az F-táskába. Itt mik vannak? Jó, ilyeneim vannak már, köszi. Ott nem tudok elmenni. Feldaraboljam ezt a izét. Fehér díszes széket. Miatta nem tudok odaférni a másik szekrényhez. Oké. Hát ezért annyira nem érte meg. Baltát kézbe fogjuk. Stova illanunk. Ragasztószalag, akkumulátor. Annyi akkumulátorom lesz. Az egész térséget el tudom látni energiával. Szandázokni, öltönynadr, szandázokni. Ja, hát ez jó kombó. Ja, ott viszont zombi van. Vagy nem tudom. Esőcsizma. Viseljük. Most leszünk csak igazán kimelegedve. Cipő koszos, véres. Hát... lerakjuk. Szívunk egy cigit. Mossuk meg akkor saját magunkat, ha már a ruháinkra nem nincs elég kapacitás. Nagyon divatosan tolom azért. A
Altató. Okidoki. Nem tudom, hogy ezzel a harapással mi lesz. Hogy vajon ez valaha meggyógyul-e? Hogy attól kell tartani, hogy megharaptak, és akkor ott a vég. Könnyen lehet, hogy így van. Csomó konzervet itt is itt hagyok. Jó. Könyvek vannak itt. Ácsmesterség! Az jó. Az kell. Ez már nem fér oda. Olvassunk el egyet. Egy sima könyvet, ami kicsikét így a lelkünket teszi helyre. Bár most annyira... annyira talán nincs para.
Gyufa. Ide már sajnos semmi nem fér. Egy kis kaját úgy szerettem volna. Próbáljunk ki csak valamit. Akkumulátort nem tudok beletenni. És hát elemet. Csavarhúzó, hát volt nem csavarhúzó. Ja, nem cső, kulcs. Ja, azt már lehet, hogy akkor pont a másik tatyóba tettük. Vedd fel. Mindegy. Nem érdekel most a túlterheltség. Nem kellnek a kifogások. Öftáska, keresztrejtvény. Az emberünk szomjas is. Itt a csavarhúzó. Akkor ugye szétszereljük azt a rádiót. Mindent szétszerelek, nem mintha bármit is érnék vele. Sosem tudom ezt a hangot megkülönböztetni a lövéstől, meg a garázsajtó ütlegeléstől. Ilyen magasan van az a mosdókagyló. Kimossuk az oknit. Kissé fáradt, úgyhogy innen folytatjuk. Itt majd lepihenünk a következő alkalommal. Köszi a figyelmet, hello!